Nos hát, sziasztok, újra kint vagyunk a kertben. Nagyon nagy szárazság van, és ma van a legmelegebb. Hát, az lesz, hogy megyek öntözni. Kegyetlenül ki van száradó minden. Megrepetezve a talaj. A fő végre le van nyírva. És mennyi levél lepotyogott, mintha ősz lenne. Paprikuszok nőnek ezerrel. Szépen. Első paradicsom. De jó. Nem sokkal jó lesz ez is. De lesz rajta bőven most. És az illatát imádom. Úgyhogy szépen le van nyírva a fű. Akkor alma. Királyság. Egy megyfa, két megyfa, három, ott van egy alma, ott még kettő, egy körtefa, kettő szilva van, egy barackfa, és hátul még egy nagy diófa, nem tudom látni, ott az egész. Milyen picik. Nem olyan nagyok. Megöntözöm a sárgarépa zöldséget is, mert azok is szegénykék, biztos szomjasak. Na, megyek munkára fel. Nos, hát most be is öntöztem. Azért bőven ment rá. És meg szerintem még kívánta volna, vagy én nem tudom. Hát ilyen szárazságban. Holnap elvileg jön a lehűlés. És amíg még itt vagyok, gyors megmutatom. A szomszéd bácsinak itt van a... Ó, milyen szép ribizliai vannak. Teli van. Szép kis ribizli. Ribizlifa. Szépen meg van neki csinálva. Ügyes, kertész. Hát nekem ez az első évem, hogy elkezdtem. Van még mit tanulnom, az biztos. Még van is mit csinálnom. Nem kevés munka van a kerttel. Mindig valamit kell. És akkor van egy kis szabadja az embernek, akkor egyből ide. Még majd megy a bogrács alá. Na. Megyek, pihenek egyet, azt irány hazafelé. Veszek valami üdítő italt, az lazítás elég volt a mai napból. Ezt szeretem, ezt a nyugalmat itt kint a kertben, madarakot hallgatni, és csend van. Jaj, meg a virágokat kell megöntöznöm, el is felejtettem.
Megöntöztem itt a virágokat, barátnőm vett ide, on szép piros volt, így kiszáradt, ez is, azt a apósom egyszer kikapálta, hát mondták, hogy fognak járni öntözni, meg törődni vele, de hát valahogy nem igyekeznek. Tavat is kiásotta velem, azt a darazsok járnak ide inni. Nézd, milyen sok van belőlük, meg a békák. Most már megint rám maradt, hogy kitisztítsam azt. Vegyek bele a halakot, még minden. Mert senki nem akar törődni vele. Ez is rám marad. Megmutatom a szomszédnak a tavát. Ez a szomszédnak a kis tava. Itt is vannak méhecskék, de... Itt milyen jó hűs van nekik. Délután. Biztos jó meleg a víz. És nem is annyira, azt hittem melegebb lesz. Vannak benne halak. Kis aranyosok. Nem hagy itt nyugodni a dolog. Szerintem ezeket a köveket egy körbe rakom. Csak nem csípnek meg ezek a rohadt darazsok. Szépen körbe raktam. Elég is voltak ő, úgyhogy holnap levágom a fóliát szerintem, ezt a részét. Hát ott elég veszélyes, ott rengeteg darázs, oda megy pihenni a hűsre. És nagyon sok van belőlük. Nem tudom, lehet ezen kellem valamit csinálni, vagy nem. Ki tudja. Megyek most már haza. És üzletbe oszt haza. Errefelé járok ki. Jó nagy szárazságon. Örülök, hogy bringával vagyok, mert autóba megfőnék. Nincs klíma se abban a retekben. Úgyhogy így meg jó. Eltekerek. Megállhatok még sörön is. Lehet meg is állok egyen. Vagy hazamegyek, sziszok otthon. És közben még haverokkal nyomok egy cségót.